Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Temple Run videóban. Itt is lennék egy újabb Halloween-i változattal. Akik régebb óta ismerik a Temple Run játékot, vagy régebb óta követik a csatornát, azok bizonyára tudhatják, hogy tavaly ilyenkor már megjelent egy hasonló frissítés a játékban. Akkor került be ugyanis a Spooky Summit nevű Halloween-i pálya, ami a Sky Summit pálya Halloween-i változata volt. Na hát ez most újra elérhetővé vált ingyenesen a játékban, nagyjából október végéig, azt hiszem. Viszont attól függetlenül kerültek be újdonságok, amiket beszeretnék nektek mutatni ebben a videóban. Hogyha esetleg teljesen új lenne nektek ez a pálya, ez a Halloween-i változat, akkor tudnotok kell, hogy már tavaly volt ez. Úgyhogy ha érdekel a részletes bemutatásának a pályának, akkor nézzétek vissza a Temple Run-os lejátszási listámat. Viszont szerintem akkor kezdjük is a számomra a legkirályabb újdonsággal, az pedig nem más, hogy megváltozott a minket üldöző démonmajom. Ez most nem más, mint egy szellem démonmajom, vagy legalábbis a démonmajom szelleme. Ha megnézitek, akkor egy ilyen kékes, ködből álló szellem üldöz engem, aminek nincs is valójában teste. Ami egyébként nagyon királyul meg van csinálva, tehát nagyon szép ez a kis kéken világító effekt. Tényleg le a kalappal baromi jól megcsinálták a modelljét. És láthatjátok, hogy itt is vagyunk megint ezen a pályán, ugye egy évvel ezelőtt ugyanitt jártunk, és azóta nem sok minden változott, talán annyi, hogy egy kicsit színesebb lett, egy-két helyen megváltoztatták a textúrákat, illetve nekem az is feltűnt, hogy amikor lecsúszunk azon a vízi csúszdán, ahol most ilyen méreg folyik, az mint egy kicsit még erősebb zöld lenne, kicsit sötétebb zöld talán, még intenzívebb, mint tavaly, de lehet, hogy csak nekem tűnik így. Viszont azt is láthatjátok, hogy ez a kis kijelző, ami mutatja nekünk például, hogy hány érmét gyűjtöttünk össze, vagy a pontszámunkat, ugye ott a jobb felső sarokban, vagy a bal felső sarokban, ugye a szuperképességünket, akár így is fogalmazhatok, az egy kicsit megváltozott mostantól, legalábbis ebben a frissítésben ilyen indák növik be ezeket a kis kijelzőket, illetve egy-két helyen ilyen töklámpások, tökfejek. A kijelzőn szerintem baromi jól néz ki. És az a helyzet, hogy túl sok újdonság nem került be, talán még annyi, hogy az időnként felbukkanó szellemek, tudjátok, vannak ezek a kis fehér szellemek, amik ellebegnek a képernyőn, azok megváltoztak, mintha egy új arc került volna be az egyik szellemre, bár lehet, hogy most már csak az az egy szellem van, és a többit el is tüntették, nem tudom. A lényeg az, hogy az igazából egy easter egg a játékban. Még sosem mutattam be nektek easter egget ebben a játékban, úgyhogy most épp eljött az ideje. Az a szellem nem másnak az arcát ábrázolja, mint a Temple Run 2 nevű játék egyik fejlesztőjének. Tehát az egyik fejlesztő arca egy szellem formájában megjelenik ezen a pályán, ami szerintem egy nagyon király kis easter egg. És amit még észrevehettek újdonság, az talán az, hogy megváltoztak az érmék, tehát nem sima aranyérméket gyűjtök, hanem ilyen cukorkákat. Ugye Amerikában nagy szokás a gyerekek között, hogy elmennek csokit vagy csalunkot játszani, és ugye a szomszédoktól cukorkát kérnek, hogyha nem kapnak, akkor meg ugye valami csíntevés lesz cserébe. És igazából most ezért cukorkákat lehet gyűjteni, de ezzel kapcsolatban majd később még fogok nektek mutatni egy érdekességet, ami egyébként még egy korábbi frissítésben került be. Ugyanis az előző videó óta volt még egy frissítés, amiről nem készítettem videót, pedig abban is voltak érdekes dolgok, viszont nem olyan nagy dolgok, amiket külön videóban be tudtam volna nektek mutatni, de ennek a videónak a végén meg fogom azt is mutatni, ígérem. Viszont egyébként láthatjátok, hogy néha szándékosan neki megyek a falnak, vagy szándékosan lelassulok, hogy még egyszer lássátok ezt a csodálatos démon majmot, ami egyébként még mindig baromi királyul néz ki, ezzel a szellem kinézettel, nekem nagyon-nagyon tetszik, nagyon feelinges. Hát igen, mást egyébként nem nagyon tudtak hozzáadni ehhez a pályához, alapból egy nagyon hangulatos pálya, és igazából nem hiszem, hogy még tovább tudták volna fokozni ezt a hatást. Úgyhogy hamarosan megint meg fogom itt ölni magam a játékban, hogy visszatérhessünk a főmenübe, és ugye azt is észrevettétek, hogy a játék elején még nem használtam semmilyen gyorsítást vagy egyéb ilyen effektet, ugye ezt mindig is szoktam ebben a sorozatban, hogy nehogy esetleg roncsa az első benyomást a pályáról, tehát hogy mindent tisztán lássatok, illetve ugye most is külön veszem fel a hangot, tehát hogyha kicsit csúszik a hang a képtől, akkor az azért van, mert nem feltétlenül tudom ugyanúgy időzíteni, amit mondok, mint ahogy megy maga a kép itt előttem. Úgyhogy remélhetőleg ez annyira azért nem feltűnő. Viszont tényleg nagyjából eljutottam itt az újdonságok listájára, úgyhogy szerintem meg is ölöm magam lassan. És gyorsan kinyitjuk ezeket a ládákat, amiket kaptam a kis játék során.
Ugye már bejött egy frissítés, amióta egy futamban több ládát is lehet gyűjteni. Na de akkor nézzük, hogy mik vannak még, amiket érdemes megemlíteni. Hát először is az, hogy újabb Global Challenge-ek, tehát újabb ilyen kihívások fognak elérhetővé válni, és ezek Halloween témájúak lesznek. Láthatjátok, hogy most például egy újabb karaktert lehet nyerni, attól függően, hogy milyen messzire juttok el a játékban. Ugye mindig vannak ilyen kis kihívások, és ezekre lehet majd számítani. Illetve láthatjátok, hogy itt a kezdőképernyőn a bónuszládák, illetve a magának ennek a challenge-nek a gombja egy kicsit megváltozott, ugyanis a háttérben nem az a barnás, aranyos kis háttér van, hanem egy ilyen zöld világító köd igazából a háttere. Szerintem ez nagyon király jól néz ki, nem olyan egyhangú a kezdőképernyő, hanem egy kicsit feldobja az egészet. Nagyon király. Egyébként ez az az egyik újdonság, ami abban a frissítésben került be, amit kihagytam, mert igazából túl sok minden nem került be, ilyen nagyon-nagyon játékmenet módosító dolog. Viszont bekerült még egy ilyen gomb itt a menüben, ez pedig nem más, mint a coin skins, tehát a pénz kinézet végül is. És ez igazából azt tudja, hogy a játékban már eddig megjelent pénz textúrákat ki tudjátok választani. Tehát mondjuk most nekem ez a Halloween cukorka van kiválasztva, de most át tudok állni erre a Halloween szellemre, és hogyha így játszok, akkor megfigyelhetitek, hogy az érmék, illetve hát nem érmék, ugye ezek a kis pénzek, amiket összegyűjtök, azok most ilyen kis világító fehér szellemek, nem pedig azok a cukorkák, színes cukorkák, amik az előbb voltak. És természetesen más textúrát is be lehet állítani, tehát mondjuk egy ilyen jégkrémet is be tudtok állítani kinézetnek, ami ugye a nyár folyamán volt egy kis újdonság itt a játékban. Tehát a halloweeni pályán jégkrémeket is lehet gyűjteni, hogyha így szeretnétek. Igazából az is édességnek számít, úgyhogy halloweenkor még ez is belefér. Viszont nagyjából ennyit tud ez a kis gomb, úgyhogy gondoltam ezt is megemlítem, mert ez is abban a frissítésben került be, amit nem mutattam meg nektek. És nagyjából szerintem végig is értünk itt az újdonságok listáján. Természetesen egyébként ezek a kis szellempénzek kinézete folyamatosan változik, ugye vannak alapból a sárga, a piros és a kék érmék, viszont itt most lesz fehér, lila, meg egyéb ilyen színű szellem. Talán még azt érdemes megemlíteni, hogy az erekékhez nem került be semmi újdonság, ugye még a tavalyi Halloween gomb van bent, tehát ezek, amik voltak tavaly, ezeket én már még akkor összegyűjtöttem, viszont a mostani Halloween alkalmával nem kerültek be újabb erekék, úgyhogy erre nem kell számítani, de azért gondoltam megmutatom nektek. Talán még egy újdonság az az, hogy ugye bekerültek ismételten azok a karakterek, amelyek ugye ilyenkor Halloweenkor szoktak elérhetővé válni, tehát mondjuk az én Barry Bones karakterem átalakítható egy múmiává, hogyha áldoztok rá játékbeli fizetőeszközöket. Illetve például Scarlet Foxnak is van egy ilyen vámpíros kinézete, amit meg tudtok vásárolni. Valamint Guy Dangerousnek is van egy ilyen zombi kinézete, Franken Guy néven, ami ugye tavaly is szerepelt. Illetve van még ugye ez a csontváz lovag, akit eléggé megsoroztak Sir Montague nyilvesszőkkel. Illetve van egy utolsó karakterünk, aki nem más, mint egy vérfarkas, vagy egy farkasember. Hát igen, ő is szerepelt tavaly, de most visszatért, úgyhogy igazából ennyit érdemes róluk tudni. És szerintem el is érkeztünk ennek a videónak a végéhez, mindent bemutattam, ami ebben a frissítésben bekerült a játékba, hogyha még nem ismertétek volna a játékot, de megtetszett nektek, akkor ez egy ingyenes játék, és a leírásban található androidos, illetve iOS-es linken keresztül le is tölthetitek. Ugye ez volt az egyik olyan halloweeni videó, ami ebben az időszakban felment a csatornára, de ne aggódjatok, lesz még más is. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha ez így volt, akkor kérlek jelezzétek ezt egy lájkkal és írjátok meg kommentben, és találkozunk majd egy következő videóban. Addig is, sziasztok!